Elismerő készfogások kíséretében 8 szakdolgozó vehette át február 19-én a Debreceni Egyetem Klinikai Központ kiváló dolgozója kitüntetést. A díjat már több éve a Magyar Ápolók Napján adják át azoknak a szakembereknek, akik évek óta kimagasló teljesítményt nyújtanak a betegellátás területén. A díjazottak közül többen könnyekig meghatódtak, amikor átvették a kitüntetésüket. Az ünnepségen Szabó Zoltán, a klinikai központ elnöke elmondta, az itt dolgozók lelkiismeretes és kitartó munkája olyan értékeket közvetít, amiket évszázadokkal korábban az ország első főápolónője Kossuth Zsuzsanna is megfogalmazott. Az ápolás az egyik legszebb, és minden bizonnyal a legnehezebb, nagy felelősséggel járó, embert próbáló feladat, egy valós hivatás. Önök a nagy előny hagyatékát megőrizve, nap mint nap példát mutatva cselekednek a betegek gyógyulása érdekében. Hivatástudatukkal, kiemelkedő emberi és szakmai szerepvállalásukkal azonban nem csupán a betegek színvonalas ellátását szolgálják, hanem klinikáink és egyetemünk hírnevét, hazai és nemzetközi megítélését is gazdagítják. Az ünnepségen továbbá klinikai főorvosi kinevezéseket és elnöki elismerő okleveleket is átadtak, így összesen 19 dolgozó részesült valamilyen elismerésben.